Ákos, gyere! Ákosról annyit kell tudni, hogy a Műegyetemen doktorandus, jól mondom? Így van. Igen, doktorandus az automatizálás tanszék, és a sugallatomra készítettek egy eszközt. Az eszköz, az itt látható, hogy aztán hogy jön ide az automatizálás, azt majd rögtön megnézzük. Szerintem oda a kamerának mutassuk meg, ne menj túl közel hozzá. És csak. Tehát itt van az az eszköz. Ez az eszköz tartalmaz két darab szenzort, egy hőmérséklet és egy nyomásmérő szenzort, és tartsad egy kicsit, és még azon kívül tartalmaz egy bluetooth-os kapcsolatot, és ez a bluetooth-os kapcsolat révén tud majd adatokat küldeni ebből a zárt palackból. Az első lépés, hogy bekapcsoljuk a kameránknak, ha mutatom, akkor lehet látni, hogy először piros volt ez a lámpa, ez a kalibrációs időszak, a zöld az, amikor várakozik, hogy adatokat gyűjtsön, és a következő, amikor a kék szín, akkor már adatokat továbbít. Ennek a laptopnak a segítségével fogjuk tulajdonképpen ezeket megmutogatni. Én bezárom ezt a palackot, és akkor szerintem a következő történet az lesz, hogy egyik részről fogjuk tudni ezt nézni. Van egy olyan eszköz, ami nem igazán jóra sikeredett, de majd mindjárt meg fogják látni. A mobiltelefonnak a képét szerettük volna kivetíteni, de most csak így kamerán fogjuk. És a következő lépés az lesz, hogy én ezt a palackot, amelyet egy szeleppel láttam el, egy gépjármű szeleppel, ide hozzá kötöm, és ezek után képesek leszünk fölpumpálni. Megteszed, hogy segítesz nekem? Gyere, kérlek, fogd meg, ide kéne állni. És hogyha valamit érzel, akkor rögtön mondod, jó? Megbeszéltük? Pardon, még megigazítjuk ezt a szelepet. Bocsánat, piacra engedd el. Tessék. Elkezdem pumpálni. Szerintem mindenki jól láthatja, hogy két ott a hátunk mögött látható a mobiltelefonnak a képe. Nem más történik, mint hogy a hőmérsékletet, amely piros vonallal látjuk, illetve a nyomást lehet látni, és tulajdonképpen ez egy mérőeszközé alakítottuk át. Én itt tudom ellenőrizni a nyomást, körülbelül most a négy légköri nyomás található. Mondd, éreztél valamit, miközben pumpáltam? Meleg. Meleg volt, így van. Hát ugye azt mindenki tudja, hogyha... Köszönöm szépen, csücsülj le. Mindenki tudhatja, hogy amikor az ember egy ilyen gázt összesűrít, mondjuk egy biciklit fölpumpál, akkor mindenki tudja, általában azt szokták mondani, hogy ha itt megtapogatjuk az alját a pumpának, akkor az meleg. Na most ezt szeretném megmutatni, hogy nem csak a pumpának az alja meleg, hanem meleg a gáz. Attól, hogy összesűrítjük, és ennek eredményeként ez a levegő, amit ide beszettünk, az le is fog, tehát meg fog melegedni, növekszik a nyomás. Én azért mondom ilyen hosszasan, hogy lássák, hogy a környezet hőjétől ez elkezd kiegyenlítődni, és amikor a nyomást meg fogom szüntetni, szerintem ezt mindenki fogja hallani, akkor a kék az lemegy a nullára, tehát visszakerül az eredeti nyomásra, és a hőmérséklet az pedig elindul lefelé, hiszen a hirtelen táguló gáz az hűl. És ennek eredményeként, hát persze van ennek az egész rendszernek egy hőtehetetlensége, maga a mérőműszer a környezettől fog melegedni, éppen ezért aztán egy kicsit lassabban követi a nyomáshoz képest a hőmérsékletet ez a gép. Ugye azt kell tudni, hogy a Műegyetemben több kar van, és itt két kar együttműködésről lehet szó, a természettudományi kar részéről jó magam, és az informatikai részéről pedig Ákos, illetve az ő általa vezetett hallgató készítette ezt, ugye ez mi volt? Ilyen témagyakorlat volt. Témagyakorlat volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen eszköz, ami tulajdonképpen itt készült el az ötlettől egészen idáig, és hát akkor ezen az úton szeretném nektek megköszönni, Ákos, köszönöm szépen. Oké. Okay.